Vágd pofán a sorsot, és lehet, hogy ez lesz életed legjobb tanácsa. Úgyhogy üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy új vállalkozás elindításában. Megismétlem még egyszer, hogy meg tud érteni, vagy majd lassan persze értelmezzük, hogy vágd pofán a sorsot. Olyan sok embertől hallom, hogy azt mondják, hogy hát megpróbáltam valamit, és hát az égi jelek, meg a sors valami oka van, hogy nem sikerült, a sors akarta így. A büdös szart akarta így a sors, te hattad föl. Senki máson nem múlik. Van érdekes, hogy emberek megpróbálnak valamit, és első nem sikerül. Ha tizedikre nem sikerül, akkor se történt még semmi. Ha nem haltál meg, élsz, újra tudod próbálni. És olyan bosszantó tud lenni, amikor én ezt hallom. És nem tudom, hogy emlékszel-e, van -e egy film a Sylvester Stallone-nak, nem tudom sajnos a címét, aki tudja írja be a megjegyzésbe, ahol skanderezik, és azt hiszem kamionsofőr, nagyon-nagyon régen láttam, de érdekes film, és a fiával megy, azt hiszem, a fiát akarja visszaszerezni, vagy elvált, nem tudom, vagy a felesége betegtán, minden, most lassan kezd visszajönni a sztori, nem vagyok egy nagy filmnéző, de ami a lényeg, hogyha visszamegyek a film, akkor van egy pillanat, amikor pofán vágja a sorsot, amikor fogja, és az kúját valahogy átrakja másik oldalra. És onnantól kezdve, nem lehet megállítani. Ez az, amire azt mondom, hogy vágd pofán a sorsot, ne engedd, hogy a sors döntse el, hogy milyen lesz az életed, meg tudod változtatni. Nézd, bármiben hihetsz, bármilyen lehet a hited, ma nagyon sokféle lehet a keleti, a, 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 az istenhit, a vallás, vallások, minden lehet, bármiben hihetsz, tök mindegy. Mindenesetre a legjobban egy valakibe kell bíznod, és egy valakibe kell hinned, az saját magad vagy. És ezért neked kell felülbírálni mindent. Tudod, a feleségem ő rejki mester, és ő közelebb van az ezotérikus világhoz, és ővet is kérdeztem, hogy figyelj, de a ti gondolatvilágotokban, hogy van ez, hogy a sors meg van írva? És azt mondja, igen, meg van írva, de felírhatod. Felírhatod akaraterővel. És tudod, olyan sok könyv keresi a, a titkát, technikákat mondanak el, miket csinálj, milyen rituálékat vezesbe be az életedbe, egyebek én azt gondolom, hogy egy dolog mindenütt kimarad, a vágt pofán a sorsot. Amikor valami nem sikerül, akkor nehogy elfogadd azt, hogy nem sikerült. Tudod, többféle ember van, van, aki onnantól kezdve egy magyarázatot hoz, én ezt sose tudtam elfogadni, hogy hát biztos van valami az oka, van valami oka, vagy kiderítem, hogy mi az oka, vagy nincs oka, hanem egyszerűen feladtam. Csomó példát tudnék mondani, úgy, ahogy a stallone van ez az új átrakása. Nekem is volt egy csomó százával, ezrével az életben, amikor valami nem sikerült. És van egy pillanat, és a stallone átrakja a hüvelykujját, pont ilyen pillanat, azt mondom, hogy a hétszentségit akkor is megoldom. Nehogy már így akarja a sors, hogy nekem valami nem sikerült, amit nekem nagyon, nagyon kell és nagyon akarom. És akkor onnantól kezdve fanatikussá tudok válni, megállíthatatlan, unstoppable, ahogy mondja az angol, és onnantól kezdve nincs más, nem létezik más a világon, csak azt ott akkor megoldom. Ez ezerszer volt már szoftveres dologban, ezért nagyon fontos volt, hogy újra beletanultam a szoftver dolgba, a WordPress-be, minden egyéb dologba. Mondhatod, hogy tök fölösleges, meg az okosok azt mondják, hogy ez bízod másra. Persze, csak az agyarat kell tréningedni. El, el kell érned azt, hogy ne legyél megállítható, ne függjél mástól. Én ezért csinálom. Lehet neked más ez a... Van akinek a maratonban így be, sok ilyen siker, oktató, gurú egyébnek. Nekem a maraton nem. De az, hogy tudjak az, a modern informatikai világban érteni az informatikai eszközök, az, az nekem fontos. És adnék egy egyszerű sztorit, egy nagyon egyszerű kis sztorit, nem voltam, hát egy, vagy két hete nem mondtam már mondani, a napi vitaminokban látszott, nem voltam a hajón és csináltam pont az egyik videót, amikor az orba ülök, gyönyörű szép, hát még nem volt nap, lementet, nagyon szép idő volt, egyszerűen fantasztikus volt. Oda mentem a kamera, az valamit, és véletlenül így levertem a szemüvegemet, mint most. Ezt a szemüveget. Igen, ám csak, hogy a hajónak a szélén voltam, és pütt, így ment le. Na most nem tudom, hány fokos lehetett, lehet, hogy 8, lehet, hogy 14, tök mindegy, nagyjából ugyanolyan tűszurkáló, halálosan hideg. A víz ott állok, ott süllyed, látod szép lassan, hogy megy le a szemüveg a hajód mellett. A kikötő, hát gyanítom, hogy a 4 és 6 méter között van valahol. Búváruám az itt volt fönt Grátkornban, tehát grácsban nem volt nálam. Egy 8 mm-es ruhával talán lementem volna, meg van maszkom egyebek, tehát úgy értem búváról nélkül. És tudod, az emberben ilyenkor megszólal a kis ördög, hogy hát, figyelj ide, ez már egy öregebb szemüveg, úgyis akartam egy újat rendelni, vagy kettőt, vagy mit tudom én, hogy hát már sok baja volt, meg egyszer-kétszer kellett javítani, meg mit tudom én, meg lehet, hogy új dioptria kéne, vagy valami, és ugye ettől fogod az ember, hát biztos a sors akarta írni, vagy ez a sors segített a döntésben, vagy mit tudom én, úgy azért vertem le, hogy megszerezzem az újat egyebek. És hát azért euh, még nem ment le a nap, de már nem voltam túl világos, és azt mondtam, hogy hát jó, akkor előveszem a napszöveget, úgyis másnap reggel megyek haza, abba az menni, nem számít. Más szemegem nem volt nálam. És akkor leültem, pakoltam, örültem, ugye mindent a pozitív oldalról szoktam nézni, örültem, hogy klassz két szuper videót csináltam, legalábbis nekem nagyon tetszett, és látom, hogy nagyon élveztem, ez volt a lényeg. És akkor azt mondtam, ahogy szentségit, pitty, új áthelyezés, a jó édesanyját a sorsnak. Jó pofán csapom. Én akkor is kiszedem. Igen, ám de hát oh, nem tudok lemenni, vele is nem akartam lemenni. Meg ilyen kis füves valami volt a, a, a talaj. Marina, egy Marina Boyt kértem egy ilyen kisfiút vagy fiatal srácot, hogy jöjjön ki, akik ott szoktak ilyen ringával menni. Van-e valami hosszú újjuk? Hát nekik nincs. maximum két vagy három méteres volt sztorit nem akarom nagyon hosszúra növelni, nem tudtam semmit összerakni, mert le tudnék nyúlni az ajánlásról, nem láttam, hogy hol van, ugye a szemüvegem van, jobban látok távolra. A számítógéphez mondjuk, mert óvásoshoz nem kell. Azt pont a tenger volt, tehát a NAS-szemüvegben meg igen sötét volt a tenger. Akkor hívtam két fiatal srácot, hogy hát kis, ők látják, és akkor megpróbálok valaki alászni, nem tudom, valahogy. Szóval Szumá szumára ők se látták. Azt mondtam, oké, okay, akkor is ezt megoldom. Estig van időm, tudom, hogy mást akartam csinálni, más feladatom volt, hajón akartam összekézni, nem érdekel, hüvelykúj át, a rohat anyját a sorsnak, akkor is megoldom. És fogtam magam, összeraktam egy, egy nagy, van egy nagy szákom, optimista emberként, ugye, hogyha nagy halat fogsz, életben nem fogtam még 10-20 éve, ami ott vagyok a tengeren, pedig próbálkoztam vele, szóval elvettem a nagy szákot, és nem tudtam ahhoz szurudat eszkábálni, hogy leírjen a tengerfenekére, ezért azt csináltam, hogy mondtam, hát lehetne halászni is ilyen húzóhálóval. Úgyhogy rá, rá, kerestem a nehezéket, találtam egy jó nagy kalapácsot a szerszámaim között, rá gyors kötőztem, kötöttem rá kötelet, hajón van kötél, bőven végtelen sok, rákötöttem egy kötelet, egy másikkal pedig elkezdtem húzni a fenéken. És hát eljátszottam vele egy fél rát, órát, semmi. De Ekkor ugye az emberben sokszor van az, hogy hát, jól nem emlék valamit valamit, hát, úgyse fog sikerülni, így úgy amúgy. És akkor eldöntöttem, hogy nem, addig nem eszek, addig semmi nincs, új átrakás is. Ezt mondom neked, hogy ezt tanuld meg, amikor valami nem megy, akkor, 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 akkor is oldjad meg. És addig, addig ment, hogy végül kitaláltam, hogy hogyan tudom a fenéken véghúzni, és egyszer csak fölhozta a szák a szemüvegemet. Ettől függetlenül rendeltem két újat, de ez egy másik sztori. Szóval én azt gondolom, hogy sokszor állsz olyan utalágazásnál, ahol azt mondja neked a sors, vagy a komfortzónád, vagy a kifogásaid, vagy nevezze, hogy akarod, nagyjából ugyanarról van szó, hogy áll, erre könnyebb, úgyis, úgyis azt akarta a sors, <laughs> hallani is tudom ezt, na mindegy, szóval hogy e erre menj. És azt mondom, Pasztikuri, nem, nekem arra van a célom, akkor akkor is. Ott nincs út, akkor csinálunk. Elő a, a hogy mondják ezt az a kardot, ahol Afrikába vágják az őserdőt, most nem tudom. És, és akkor vágunk utat. Tehát ahol nincs útot vágunk, ahol nincs ajtót csinálunk, ahol nincs, ablakot, csinálunk. Én azt gondolom, hogy ez az a itt van mögöttem az oroszlán. Tehát nincs meg ez a szellem az emberekben. Tudod, nagyon sokak, sokakkal beszélek, sőt, a legtöbb könyv, a legtöbb motivációs tréning, ugye? Hadd nem mondjam, az egyik legnagyobb ilyen valaki motivációs akárhit. Mindenki a stallone -e, meg a, Steve Jobs, meg ilyen példákkal jön, meg az ő fotóját használja, kihasználja, mondjuk inkább így, és övele példálóznak, de ők bennük mindig megvolt ez. Nem ment? A szentségit. Akkor is megcsinálom. Ezt valahogy ki kéne alakítani magadba. Ezer ilyen estet tudnék. Például így jött létre a Parajdi Kft. Amikor sokszor ott álltam sorba a mozaik utcai szerviz, akkor még úgy állami óbudai autójavító, nem tudom, Kft. vagy nem tudom mi volt, szóval még akkor még a régi rendszer volt, és vagy azt éppen váltották, vagy most már mit tudom mi a rendszer, mert most az új rendszer is már olyan, mint a régi, csak, csak olyan, mint Hortinálsz, szóval nem, nem nagyon értem, na mindegy. Ami a lényeg, hogy ott álltam, és mondtam, nem lehet, hogy ennyire packázzanak velem, amikor szervizem van, három beállással, nagy múltal, minden is, és, és csomó ügyfelünk van, és ott packáznak, tökölnek, szartadnak, nem adnak, váratnak, ebleble. Így jött létre az importőr cégem, az autóalkatrész importőr. Ugyanígy jött létre az internetes cég. Ott álltam egy, egy, egy cégnél, megrendeltem a, a egy CD-s, még doszos rendszerben lévő katalógusunknak az online változatát, tehát hogy csinálj egy online katalógust és online shopot, ez 89 előtt volt valahol, vagy a körül, tehát nem tudom pontosan, de amikor az internet egyáltalán, egyáltalán elkezdett bimbózni, de már volt, azt mondták, ó, megcsinálják még, nem is tudom milyen Intel database, vagy nem tudom minek a, miben akarták megcsinálni, Szóval nagyon régi dolgokról beszélünk. Ugye Clipperben volt még írva a doszos rendszer, és még, még, modemmel lehetett ISD modemmel betárcsázni, és kifizettem 2-300 ezer forintot, eltett fél év, és nem tudták meccsi, és bebizonyították, hogy az adatbázis, amit adtunk, az rossz, mármint azt akarták bizonygatni, amiről ment kb. 400 helyen doszos cd s katalógus, csak át kellett van rendesen konvertálni, nem tudták a, a, kódoka, a, kódolásokat, tehát átkonvertálni, nem tudták a doszra, és így tovább. De ami a lényeg, hogy akkor ott ugyanúgy üst, áthelyeztem a újra, Azt mondtam neki, kiabálva, figyelj, de csesz meg, én csinálok egy jobb internetes céget, azt tudtam, mi az, mint te neked van. Utána lett a BitHanger, ami ma, is működik, és, és szuperül működik. És az életem egy csomó ilyen volt. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy könyvet, elolvasod a kioszaki bármelyiket, ott mindig hiányzik belőle ez, a, ez az oroszlán hozzáállás hogy átrakod az ujjad, és azt mondod, izacságos, véres, semmiféle elegancia nincsen benne, de átmész az akadályon. Ha közben leszakad rólad a ruha részben, ha összemocskolod magad, ha nem elegáns, és ez, ez hiányzik. Olyan rohat intelligens ö, ilyen motivátorok vannak, olyan rohat intelligens könyvek vannak a sikerről, de az nem egy intelligens, ö, könnyű, tiszta, vasalt ruhás dolog a sikerelése. Ott bizony időnként le kell szállnod a gépházba, és csinálj dolgokat, amikor, amikor az összes, ha már hajónál vagyunk, ugye a gépház, az összes hajómérnök vagy, vagy gépházból mindenki azt mondja, ha főnök, tönkrement a motor, nem megy soha, akkor te lemész és megcsinálod. És, és, mikor vagy kész, amikor készen van, amikor működik. És ez az, ami hiányzik. Nagyon sok embert látok, hogy, hogy megáll. Megáll, a célja felé haladva, közel vagy távol, azt még nem tudjuk megmondani, de megáll, és, és, nem megy tovább. És ilyen volt például, amikor elkezdtük a sok évvel ezelőtt, ugye kettővel legalább, a sikervitamint. És akkor az volt, hogy toltuk bele a pénzt, és lehetett benne ilyen ezresével tolni az eurókat, de, de az volt a probléma, hogy nem, nem hozta, tehát nem hozta azt se vissza, és annyi értelmese volt a Facebook kampányokkal, egyebekkel, szakemberre bíztuk. Annak is ugyanúgy nulla eredménye volt. És akkor azt mondtam, átrakva, pastikuri megoldom. Le van szarva a Facebook, Cuper, Zuckerberg egy olyan ember, amilyen olyan a Facebookja is, és kezdjük el a YouTube-ot. És eznek lett eredménye. Úgyhogy oldjad meg! Olyan érdekes, hogy akiket látok magam körül, akik sikeresek, klasszak és példák lehetnek, ő mindig ezt mondja, figyelj ide, vagy egy helyzetbe, és nem tudod megoldani, tanuld meg megoldani. Tök mindegy, hogy hogyan. Szóval Ragd át a üvegült, vagy legyen valami, ami egy kattanás, kattanás a fejedben, és ott nincs visszaút. Mert ez szerintem az egyik sikerútja. Nem hiszem, hogy lenne egy éppeszű normális ember, mármint aki csak ilyen szolid, nem, nem oroszlán, nem, hanem kismacska vagy nyuszi, hogy, hogy, fogja magát, és az első rakéta felrobbanása után, Elon Musk saját vagyonát égetve, a második felrobbanása után folytatja, a harmadik felrobbanása után az utolsó pénzét, ami elfőtt, akkor is még lelkisíti az embereit, és föllövik a negyediket, és sikerül, és gyakorlatilag a történelem a többi része. Ez az, ami hiányzik neked. Lehet, hogy ez az. Hogy tovább menj, és ne fogadd el, amit mond, hát a sors így akarta, és ami a legjobban tud bosszantani, hogy hát biztos megvan az oka. Olyan nincs, csessz, meg ezt felejtsd el, hogy biztos megvan. Vagy tudod az okát, vagy ne fogadd el, vagy oké, okay, dobd el a célot, és keres mást akkor, vagy dobd el az életet, célt, na az életedet, az életet, célt. És akkor azt, hogy én töketlen faszjani vagyok, ez maradok, bocs, csak kifejezésért szokatlan ez a csatornán, de erről beszélek, hogy vet le az elegenciádat, és ha elhatároztál valamit, ha már mindenki lemaradt mögötted, mert a dzsungelben már nem tudnak utánad mászni, akkor te tovább mész. Mert átrakod a hüvelykújad, és megcsinálod. Mert amikor megcsináltad, akkor már mindegy, hogy mi volt az ára. Hát ez az, amit ma meg kell tenned. Úgyhogy találkozunk a jövő héten kezdünk egy új 2.0-as sikervitamint. Kár volt ezt megígérnem, mert meg is kell csinálnom, de áttettem a hüvelykújjam, és megcsinálom. Meg fogod látni. Igen, izgalmas lesz. Na, sok sikert! Találkozunk hétfőn, izgalmas lesz, Ciao.